Jó napot kívánok! Ebben az utolsó, tehát az év utolsó előadásában, a decemberi előadásomban a karma természetéről és jellegéről szeretnék beszélni, illetve az életünk rendeltetéséről és céljáról, sőt az egész létezésnek, legalábbis a fizikai létezésnek és a biológiai létezésnek és az emberi életnek a rendeltetéséről és céljáról, mert írtó nagy a zavarosság ezen a téren, és a tanástalanság az embereknek arra vonatkozóan, hogy itt mit is kellene tenniük nekik az életben. Mindenki hajhásza a boldogságot, vagy mindenki éppenséggel, ha már nem is hajhásza a boldogságot, akkor talál magának valamilyenféle többé-kevésbé etikus szórakozást annak érdekében, hogy jól érezze magát, és közben ez nem is szórakozás, hanem ilyen izgalom vágy tulajdonképpen, ami hajtja az embereket, és akkor legalább itt egy kicsit izgatva vannak az érzékeik, vagy a éppenséggel az intellektusuk, vagy a más mondjam, élményt, tehát valami olyasmi kell nekik, hogy és megelégszenek sajnos ezzel, hogy ők élnek, hogy van valami értelme az életüknek, hogy megnyilvánulnak, válaszokat kapnak, viszontvonzást, szimpatikusat vagy antipatikusat, csak egyáltalán ez egy igazolás nekik, hogy vannak és hogy élnek, de hogy ennek lenne valamiféle pozitív értelme és kilátása és következménye, és ez elvezetne valahol egy megnyugváshoz, vagy egy boldog élethez, vagy többszöri úgymond boldogság élményhez, ez ki van zárva. Tehát őket csak a pillanatnyi élvezet, tehát a pillanatnyi akcióban levés izgalma az, ami hajtja, és az, ami nem is mondhatnám azt, hogy megnyugtatja, csak egyszerűen nem tudnak mást. Nincs máshoz való képességük, nincs máshoz való fantáziájuk, nem hogy képességük, az lenne, képességük lenne. Nincs hozzá fantáziájuk, nincs hozzá elképzelésük, nem tanított senki, iskolában nem tanítják, és miről van szó tulajdonképpen? Arról van szó, hogy az embernek, az életének a célja és rendeltetése egy, most az elején talán furcsán fog hangzani, és meg fogjuk látni, nincs benne semmiféle vallásos rendkívüliség, tulajdonképpen a megváltódás, tehát a tényleges, az igazi boldogságnak az elérése. Ez lenne az embernek a célja, csak nézzük meg, hogy az mi az, mert nagyon sokan félreértik. Egyesek azt képzelik, hogy akkor lesznek majd boldogak, hogyha boldogok, hogyha minél több élvezetben lesz majd részük. Mindenféle, akármi, tehát mindenkinek más-más a karmája szerint általában, ugye, az élvezetekről való elképzelése vagy tapasztalata, tehát hogy mi is okoz neki egyáltalán élvezetet, tehát úgymond kielégülést, élvezeti kielégülést, öröm, gyönyörérzetet, és azt hiszi, hogy ezeknek a halmozása számára biztosított, vagy másoknak, aki nem is élményekre vágyik, hanem csak nyugalomra, csak csendre, csak békére, ugye, lehetőleg, hogy ne kell tennie semmit az életben, akkor semmiféle erőfeszítést, semmiféle harcot nem kellene vállalnia, ugye, akkor, hogy ő boldog lehet és boldog lesz. Ez nem igaz. És meglátjuk, hogy miért nem igaz, és akkor kezdjük el, bocsánat, nagyon-nagyon-nagyon messziről. Nincs mit csinálnom, mert hogyha ugyanazt kell most elmondjam, mint a horoszkopokban, tehát az értelmezett, tehát a szintézis, minimum a szintézis színvonalú horoszkopokban, tehát, vagy a beavatási horoszkopokban, hogy ha nem értjük meg azt, hogy honnan ered az élet maga, hogy miért, miből keletkezett, tehát mi az az ok, ami kiváltotta azt, hogy ez az élet, nem csak az emberi lény egyáltalán, mert az ember volt a fő cél. Legalábbis ezt írja a Bibliában, nem? Az Ádám Kádmon, tehát Isten első ideája, Istennek a megváltásra vonatkozó első ideája az Ádám Kádmon.
Tehát az ember mint koncepció, mint lény, mint terv, mint lehetőség a megváltásra, úgymond, az első ideál Istennek a megváltásra vonatkozóan, tehát egyáltalán az életre, a fizikai létre vonatkozóan, ez az Ádám Kádmon, ő volt a cél. És ez nem vicc. Nézzük meg, hogy miért. Tehát azért mondtam, hogy nagyon mérről kell kezdjük, tehát távolról, bocsánat. Mindenki tudja, legalábbis azok, akik nézik a videóimat, hát mostanában mások is nézik, tehát nem csak azok nézik, akik úgymond spirituális információt szeretnének szerezni, vagy asztrológiai információkat. Mostanában akadt Gelle Éva segítségével egy feminista csoport is, aki állandóan nézi és lesi a videóimat, és azt nézi, hogy hol talál bennük hibát, hol mekegek, hol makogok, hol azért hol nem fejezem ki magamat szépen, helyesen, magyarul, folyamatosan, mint hogyha egy videokamera elé állnának, és egy órán keresztül kellene beszéljenek, nem kellene, hogyha nem akarnának beszélni, akkor tudnának ők szép folyamatosan magyarul, és tökéletesen a helyes írási szabályoknak is megfelelően beszélni. Na, tehát nekik is akkor szól ez, amit mondok, tehát, hogy ha nem ismerjük az alapokat, nem tudjuk, hogy mi miből következik, miért született az élet, és miért született az ember, miért lett létrehozva tulajdonképpen az ember, és miért működik még és él, annak ellenére egy borzasztó sok vétket elkövetett a természettel szemben, és mindig lehetséges neki, még mindig a szaporodása is, tehát állítólag még mindig jó, hogy Európában és a nyugati típusú civilizációban, tehát egyre kevesebb gyermek születik, de valahol máshol születnek épp elegen ahhoz, hogy még mindig úgymond progresszív az emberiség létszámának a növekedése, tehát még mindig nem jutottunk el odáig, hogy elég legyen. És azt hiszem, hogy soha nem is fogunk odáig eljutni, de miért? Azt is elmondom majd. De az is biztos, hogy valahol az ökológusoknak és a spekuláncosoknak is igaza van, hogy bizonyos mennyiségű emberiség, emberi számot megtűr a Föld, és aztán egy bizonyos méreten felül már nem nagyon tudunk biológiailag megélni. Én hozzáteszem, hogy meg tudnánk élni, hogyha nem lennénk húsevők. Tehát az emberiség lemondana a húsevésről, akkor már 10 milliárd nyugodtan meg tudna itt élni. Nincs semmi, azzal semmi probléma nem lenne 10 milliárdnak. Na most ez nem az én dolgom ezzel foglalkozni, csak úgy mellékesen megemlítem, hogy mert vannak olyanok, akik itt már a véget látják, és azokat megnyugtatom, hogy itt sokkal magasabb rendű célja van az embernek, az egyes ember létezésének, és egyáltalán az emberiségnek létezésének, mintsem, hogy olyan könnyen csak úgy kipusztuljon az egész emberiség azért, mert egyes liberális ostobák ugye vég nélküli kizsákmányolási lehetőségnek látják a Földet, a természetet. Na, tehát akik az önkorlátozásra képtelenek, és önmérséklésre és önfegyelemre képtelenek, azok tulajdonképpen, akik veszélyeztetik az embert, az emberiséget, nem azok, akik jobb belátásra képesek, és tudják önmagukat fegyelmezni, mérsékelni, és meg tudják azt érteni, hogy nem, tehát főként azt megérteni, amiről már beszéltem, hogy nem az élvezetek halmozása, vagy nem a kényelem és a biztonságnak a non plus ultrája hozza meg az ember boldogságát, hanem valami egyéb is. Erről fogunk beszélni. Tehát, hogyha azok, akik mondom, tehát nem a Gelle Éve liberális köréből most már a közönségemé vált, akit üdvözlök szeretettel, közönségemé vált személyek, mert nem, sajnos ne arra ugyanak meg, de nem hozzuk beszélek most, ebben nincs semmi udvariatlanság, csak tudom, hogy úgysem értik a lényeget, tehát nem azt értik, amit mondom, mert ők más célra nézik, azt nézik, hogy mikor mondok szamásákat, hogy lehet vele engem rajtam gúnyolódni még jobban. Hát ez az ők játékuk, tehát beszéltem ezekről az öncélú álboldogság és hamis boldogság játszmákra. Tehát a többieknek mondom, hogy meditációba el lehet jutni és el lehet érni, és bizonyára nagyon sokan vannak a nézőim közül, akik ezt már megtapasztalták, egy olyan állapotban, amikor a
személyi öntudat kikapcsol. Tehát, hogy mondjam, csendbiztos, úgymond helyiségben, szobában, jó relaxációs körülmények között, és úgy, hogy az ember biztos legyen abban, hogy nem törni az ajtót rá senki, úgymond. Persze mobiltelefonok és mindenféle ilyen zajkeltő és a külvilággal ilyen úgymond kapcsolatot tartó eszközökkel ki kell, hogy legyenek kapcsolva. Tehát, ahogy az ember egy ilyen teljes mély meditációt úgymond el tud érni egy meditációs élményt, nevezzük annak, akkor ez már nem egy ilyen boldogságizgalom, mint például az interneten csettelni, és ottan embereket lebunkózni, vagy lehülyézni, vagy megmutatni, hogy milyen vagány vagyok sokkal, milyen fölényes vagyok a többi másikkal szemben, ugye? Tehát ez nem egy ilyen izgalom egyáltalán, tehát eljut az ember egy olyan állapotba, hogy egyszer csak, véletlenszerűen, tehát nem jól fejeztem ki magam, nem helyes kifejezést használtam, nem lehet tudni, hogy mikor és hogyan, tehát körülbelül úgy működik ez, mint az álomnál. Kikapcsol a személy tudat, de nem alszik az ember, mert nem horkol, nem lát képeket, ez a lényeg, hogy nem látsz semmiféle képet, hanem egy matfehér állapotba kerülsz, egy matfehér állapotba lehet kerülni, amelyben, hogy mondjam, amely teljes, tehát személy öntudat nincs ott semmi konkrétum, hanem egyszerűen egy ilyen határtalan létérzékelés történik, egy határtalan éntudat jelenik meg az embernek a kicsi emberi éntudata helyett, a határtalan léttudat, tehát úgymond az isteni léttudat, az egyetemes léttudat, leszel te magad? Nagyon furcsa, nagyon érdekes. És ez tényleg határtalan, úgymond boldogság érzettel jár, egy ilyen tökéletes biztonság érzettel, mert nem csak térben vagy határtalan, hanem időben is. Nincs kezdet, nincs vég, nincs konkrétum, nincs senki és semmi, csak a határtalan nagy lét van. Az vagy te. És valahol még egy ilyen zene is van, de ez egy nagyon-nagyon, ezt nevezik szférák zenének a misztikusok, de ez nem ilyen konkrét zene, és nem jön valahonnan, hanem az is te vagy. Belőled jön, de ez nagyon-nagyon finom. Tehát nem nincsenek ilyen hogy mondjam, kivehető akkordok, hanem ilyen belső, megint csak ilyen zenei érzékelés inkább. Mintha zene lenne. És ebbe lehet ott lenni és maradni nagyon-nagyon sokáig, ez általában nem, megint csak nem elhatározás kérdése, hogy meddig vagy ott, vagy mennyit vagy ott. Egy idő után ez magától szépen megszűnik, vagy éppenséggel valamiféle külső élmény a testeden kezd valami viszketni, vagy ilyen, és akkor megint csak kijössz ebből az állapotból is. Személy öntudatodhoz kerülsz. Nem hirtelen, szép lassan. Na most ezt miért mondtam el? Egyrészt azért, hogy tanácsolom, hogy ezt mindenkinek, aki már a horoszkópját elkészítette, de figyelem, aki nem, annak nem tanácsolom. Figyelem. Tehát aki elkészítette a horoszkópját, és nem véletlenül, és nem... Jó, tudom, hogy van horoszkóp nélkül transzcendentális, tehát a Maharishi Yamahesh, jól ejtem ki, féle gyakorolják, és az jó és egészséges, de pontosan azért, mert az általában rövidebb ideig is tart, és azért csak ellenőrzött csoportosan csinálják, stb. Vagy mesterekkel, vagy mester gyakoroltatja, úgy, akinek már sok éves praxisa van, ott nem történhet semmi probléma. És baj. De hogyha az ember egyedül végzi, akkor nagyon-nagyon ajánlatos, hogy a karmája valamennyire legalábbis nagy mértékben, jó nagy mértékben, úgy legalább úgy 30%-ban legyen azért már feloldva, hogy megkezdve az egész folyamat. Mert amíg a karmádnak vagy úgymond kiszolgáltatva, és annak a sugallataira élsz, és dolgozol, és beszélsz, és gondolkozol, és képzelegsz, főleg, és itt ez a lényeg, hogy képzelgünk a karmánk sugallataira, ott még a meditációban is furcsa dolgok érhetnek, mert nem oda jutsz ki, nem oda jutsz el, ahova kellene, amiről én az előbb beszéltem, hanem elkezdődnek ezek a karmikus képzetek jönni, és akkor nem a fantáziád szűri azokat a szörnyű élményeket és látomásokat, hanem az a veled jött karmának tulajdonképpen a következményei, hatásai. Mert kérem szépen, a karma is képzelet.
mindjárt meglátjuk, hogy miért. Csak egyenlőre azt akartam elmondani, hogy miért jó ezt a, erről a meditációban elérhető isteni úgymond állapotról, helyzetről tudni. Azért jó, mert tulajdonképpen ez a lét ősforrása, tehát ilyenkor a lét ősforrásába kerülünk be. Tehát azért volt jó, azért kellett elmondanom ezt a meditációs állapotot, mert szükségünk van, mint érvre, hogy ilyen lehetséges és ilyen van, hogy ez a valóság létezik. Mások, meg a liberális misztikusok meg azért támadnak, hogy ők szerintük ez a legfontosabb, tapasztalat és létbizonyíték, és hogyha ez megvan, akkor már egyébre nincs is szükség, és mindaz, amit én beszélek, és amit én tanítok, és az asztrológiára már szükség nincsen, hogyha az ember ebben a meditációs állapotba eljutott, és erről a létbizonyosságról úgymond élményt és tapasztalatot szerzett, és ezt tudomásul vette, akkor neki már más, tehát ők még a gondolkozásról is le akarnak mondani, és engem is mondatni, tehát hogy ne is gondolkozzak. Tehát két véglet van. A liberálisok, akik mindent az ész és az agy és a nagy tevékenységre és az értelem fontosságára minden súlyt arra helyeznek, és azt mondják, hogy ez az egyedüli megbízható információs lehetőség és élmény a Földön, az életben, tehát, hogy racionálisan, pragmatikusan gondolkoznak, és akkor azon kívül nincs is szükség semmire. A többi mese habbal, ugye, és aztán élünk és meghalunk, és kezi csokolom, vagy mondja Kondzsuzsa, és a másik véglet viszont a misztikus, szintén liberálisok, ők is liberálisok, a misztikus liberálisok, akik viszont azt mondják, hogy ez az igazi felszabadulás, ez az igazi szabadság, amikor az ember nem törődik sem emberi relációkkal, sem gyermekkel, sem utódokkal, sem semmivel, tehát legalábbis arra nem fektet különösebb hangsúlyt, különösebb felelősségeket nem vállal, személyfelelősségeket nem vállal, hanem ebben a nagy misztikus, miszteriózus, csodabogaras, fantasztikus, rózsaszínű élményben éli le a világát, és ignoráns arra a létnek arra felére, hogy miért is vagyunk itt tulajdonképpen, tehát, hogy nem kell itten nagyokat spekulálni, nem kell gondolkozni, azt is mondják, hogy a gondolkozás nem jó semmire, nem kell gondolkozás. Néha jó, ugye, a hétköznapi életben, hogy eligazodni, és hogy ezt elgondolják, hogy tulajdonképpen, ahogy mondják ők, hogy ők csak azért vannak, hogy itt a külvilágban, a többi emberben, és még a gyermekeikben is tükröződjenek, ezzel a tükröződés aztán azt, hogy értelmezik, hogy nem, hogy sikerül megfejteni az ők dolguk, ugye, az bízza rá mindenki, de ők úgy megvannak köszöni szépen, és ezzel még semmi baj nincsen, csak ez a relativizmus már nagyon-nagyon közel áll ahhoz, hogy akkor már nyugodtan, sőt, ők vallják is, tehát én az egyik képviselőkkel a nyáron találkoztam, hogy drogozni is nyugodtan lehet. Most nem akarok abba belemenni, hogy ez egy hamis egység és hamis ilyen spirituális állapot, tehát minden, ami külső eszközzel történik, ami anyagon keresztül történik, tehát bármiféle anyagnak a szervezetbe juttatásával, akár még csak cigarettázással is történik mindenféle ilyen kellemes, boldogsági, bódulati állapot, ez hamis egység, és ennek előbb-utóbb hosszú távon meg lesznek a negatív következményei. Na de mi maradjunk úgymond az arany középbe, benne, és nem a szélsőséges liberálisokkal ne foglalkozzunk, akik mindent az észre és a pillanatnyi élményre helyeznek, tehát minden súlyt, úgymond minden értelmet és célt arra, hogy ezt ebbe az élményben részesülhessünk, és a másikokat is, akik azt mondják, hogy annyi elég az élethez, hogy ezt a nagy spirituális élményt, amit meditációban csak ugyan meg lehet élni, hogy ebből a perspektívából aztán mindenféle köteléktől megszabaduljunk, mert végül is oda jutunk majd vissza, és akkor nincs itten, amit itten különösebben sürgölődni, és ügyködni, és pörögni, és nyüzsögni, hogy itt most már mi lesz, és mi nem lesz az élettel. Mi lesz, meghalunk, és oda visszajutunk, és kezi csokkolom. Csak úgy automatikusan önmagába. Ez nem igaz. Ez a nagy tévedése nekik. És egyik szélsősége sem jó, tehát
Most azt nézem, hogy hogy tudnék úgy ülni, hogy ne ez a kis fénycsúva itten a két ablak keretnek a belső léce között ne essen pont az arcomra. Jó, tehát ez a meditációban észlelhető magasrendű spirituális állapot, na ez a isteni lét állapot, úgymond, vagy még azon is túl, ez az abszolút állapot, és belőle áradnak ki a teremtő ősideák. A teremtő ősideák, amiből aztán lesz minden. Mi ez a minden? Lesz a maszkulin principium, lesz a szeretet, tehát annak már lesz egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen spirituális, még ugyan, de valamelyest mégiscsak konkrétan formája. Tehát egy ilyen érzelem, tehát egyfajta érzelem, egyfajta, tehát egységélmény, egységbe való kapcsolódás és egységhez tartozás, tehát egy ilyen vonzás, ebből lesz aztán később a vonzás törvénye, úgymond, de hát ő nem csak vonzás törvénye, hanem meg fogjuk látni, hogy egyéb is sokkal több. És hogy a vonzás tulajdonképpen ez két törvénynek a összeadásából, vagy hogy mondjam, az összeházasodásából következik, tehát annak az eredménye. De várjunk addig még egy kicsit. Na mindegy, itt van ez a fény, most már a nap úgy szépen lassan megy a Hargita felé, ki kell várjam, amíg innen ebből a két ablakszemnek, két dupla ablakon van, és akkor aztán úgy most egy ilyen két léckülék közé került a nap. Jó, tehát fontos itt, tehát hogy innen van a lét, ahova a meditációba el lehet jutni, is el lehet jutni. De nem lehetséges az, hogy egész életben meditációba legyünk, és nincs is értelme neki, tehát az értelme minek van? Az értelme annak van, menjek arra, hát akkor. Tehát az értelme annak van, hogy csinálj másképp ezt így. Jó, kicsit oldalba leszek most már, de és akkor ezt itt el lehet oltani, hogy ne. Jó, értelme tehát másnak van, mindig ezek a fénycsúvák. Értelme annak van, hogy meg fogjuk látni, hogy miért, tehát, hogy igenis tudatosan részt vegyünk a hétköznapi életben, és hogy nagyon-nagyon nagy fontosságot tulajdonítsunk a fizikai életnek és élményeknek, de ne merüljünk el bennük, és ne hagyjuk magunkat elvakítatni a fizikai jelenségek által. Ez elég nehéz dolog. Tehát az alkimia első törvénye is azt mondja, hogy az elemek csak egymástól nagyon-nagyon jól megkülönböztetve egyesíthetők, tehát minden elem a maga funkciójában jól meghatározva, és a maga funkciója szerinti, úgymond, célrendszerébe, és hogy mondjam, a maga funkciója szerinti viszonyrendszerébe behelyezve egyesíthetők, mert különben, hát sajnos engem most itt erre nem számítottam, mert nagyon el volt borulva az ég, amikor elkezdtem ezt a felvételt, és nem számítottam arra, hogy a nap ki fog sütni, és akkor már másképp csináltam volna ezt az egészet. Az abszolútumból kiáradó teremtő ősideák, azok ból aztán kialakul egy ilyen őserő, egy ilyen ős principium, tehát a létnek, tehát a megnyilvánult létnek, tehát az abszolútumból kiáradt létnek, úgymond, az egyik fő oszlopa, ez a yin, az a szeretet principium, az egyetemes egység lét, az egyetemes egység lét élmény, egység lét tudat, és az egységbe való, az egységhez való visszatartozás tudatnak a központja, ez a bizonyos én vagyok, amit úgymond Mózesnek talán ilyen kinyilatkoztatás formában, tehát csipkebukorban, vagy meggyúlt csipkebukor formában jelent meg állítólag, hogy azt mondja, hogy ő az, hogy azt mondja, ki vagy te, Uram, én vagyok, a vagyok, aki vagyok, vagy azt mondja, hogy nem így mondta, nem, hogy vagyok, aki vagyok, vagyok, aki én vagyok,
stb. Vannak erre variációk. A lényeg ugyanaz, hogy a nagy vagy tudat, a vagyok tudat, nem vagy tudat, bocsánat, az téves, rosszul fejeztem ki magam, a nagy vagyok tudat, a nagy vagyok tudat, a nagy én vagyok tudat, ez az egyetemes isteni léttudat, és a mi kis emberi tudatunk ennek egy kis parányi, úgymond részecskéje. De ezzel kapcsolatban van szüntelenül is ennek, hogy úgy mondjam, a leképeződése, és végső soron, ahogy van a holisztika, hogy elmagyarázta nekünk, ugye, tehát a kicsiben megvan a részben az egészben a rész. Megtalálható. Ugyanígy a Young principium, a világosság principiuma, a fény principium, a maszkulinitás principiuma, amely tehát őnek más a funkció, teljesen más, és itt ezt meg kell érteni, ezt a másságot, és pontosan a másság toleranciának a híveivei pontosan ezt felejtik el, és mindent össze akarnak mosni. Tehát meg kell hagyni azt a másságot, mert ős eredetileg különböző alapból indul, és különböző funkciója van mind a kettőnek, tehát a maszkulinitás az a, hogy mondjam, az áthatolás, tehát a behatolás és a megtermékenyítés principiuma, tehát az átvilágítás, az értelmezés és az értelmezésen keresztüli megint csak megtermékenyítésnek a principiuma. Tehát az egyik a megtermékenyülő hatalom, ahogy mondja Hanvas Béla, tehát ez a női principium, a szeretet principium, a megtermékenyülő hatalom ebből a szemszögből, és a másik a megtermékenyítő hatalom. Az egyik a befogadó hatalom, a női principium, ugye? A másik meg a beültető hatalom. És ugyanakkor a, hogy mondjam, az iránymutató hatalom is, tehát a maszkulin principium, és itt van a nagy probléma, hogy ezt azt is elfelejtjük, hogy egy férfi, hogyha megjelenik így fizikai mi voltába, de benne tulajdonképpen ott lakozik egy nő is, és a nőkben ugyanúgy ott lakozik egy férfi is, és akkor most egy ilyen buta és ostoba abba a mozgalom indult meg, hogy a nők is olyan intelligensek, mint a férfiak. Az lehet, hogy olyan intelligensek, de a szellemvilággal, a szellemi intelligenciájuk, tehát a világosság bennük nem olyan erős, mint ahogy a szeretet erős bennük, vagy kellene, hogy legyen erős bennük. De pontosan, hogy amiért állandóan csak azt akarják hangoztatni, és azzal akarnak foglalkozni reggeltől estig, hogy ők is minden olyan jogot megérdemelnek, mint a férfiak, mivel hogy ők is pont olyan intelligensek, ők is pont olyan ügyesek, sőt, lepipálják a férfiakat, és most már a feministák azt bizonyítsák be, hogy milyen buták a férfiak, és milyen ostobás, hogy őket ki lehet figurázni, és hogy milyen ügyetlenek, stöketlenek, bocsáttal legyen mondva most már. Rólam is így szépen elmondták ezt is, a Gellei a féle feministák és férfi gyűlölők. Na most ezzel nem akarok én bele bonyolodni, de a lényeg az az, hogy innen nagyon-nagyon, tehát ez miért volt jó, én, hogy találkoztam ezzel a jelenséggel Violán keresztül, tehát úgyhogy végülis ez a Gerle Violába kötött bele, és Violát hűzte le, és így lassan-lassan figyeltünk fel rá, és arra, amit ő képvisel, tehát erre a fasisztoid magatartásra tulajdonképpen, amelyik felsőbbrendűnek akarja kikiáltani, és hogyha nyíltan nem is mondja ezt ki, de mindenképpen ezt akarja bizonyítani, és minden áron és minden eszközzel, hogy a nő sokkal felsőbbrendű, mint a férfi, és hogy nincs is szüksége férfiakra, férfira csak úgy meg tud termékenyülni nélkül, mert most már az orvos tudomány meg tudja őket termékenyíteni, de hát azt is férfiak találták ki végül is azt az orvos tudományt, mindegy, és a biológiát, a genetikát, a gén mérnökséget, ahogy mondják. A lényeg tehát az, hogy itt meg kell adni mind a két nemnek a maga szerepkörét és funkcióját, hogy az töltse be szépen nyugodtan, lassan, és meg kell érteni, hogy végül is úgyis a férfi a maszkulin principium az, amelyiknek úgymond
tapasztalnia kell a külvilágban és az anyagi világban, és a tapasztalatai ismereteiből ezt a fényt magában növeszteni, és ennek a tapasztalat ismeretnek a birtokában és a segítségével úgymond segítenie kell a nőt saját magát megérteni, saját igazi önvalóját megérteni, és ténylegesen ezen a folyamaton keresztül úgymond nem csak biológiailag, hanem spirituális szempontból is a nőt megtermékenyíteni. A nőnek viszont magába kell fogadnia ezt a férfinek a fényét, és nem csak megtermékenyülni biológiailag általa, hanem a férfit ezáltal bevinni az egységbe, mert ő az egységhez tartozás ősprincipiuma. Tehát vagy bent tartani az egységben, tehát a nőnek ez lenne a dolga, a férfit bevinni és bent tartani az egységben, mert különben egy ilyen ostoba luciditás lesz ebből a fényből, amit a férfinek kellene, hogy megtestesítenie. Tehát ilyen buta fényt, buta ilyen, tehát olyan öncélúan létező és működő fényt, amely nem akar behatolni a szeretetbe, úgymond, nem akarja azt megtermékenyíteni, nem irányítani, hanem vezetni. Na most a vezetés olyan értelemben, hogy én megyek elől a vezető, és én vállalom a kockázatot, és én vállalom a veszélyt. Ugye? Ilyen értelemben értem én a vezetőt, nem, hogy önkény uralom, mert ezek mindig attól fáznak, hogy feministák, hogy arra értjük mi, hogy a vezetés például, hogy hátulról irányítani és manipulálni, és ahogy mondja Gerleivel, kontrollálni, zsarnokoskodni, stb. Szóval nincs erről. Tehát az isteni lét ezen a két ősprincipiumon úgymond nem, hogy nyugszik, hanem alapul, és ezeknek a kölcsönös egymás áthatása és kölcsönös egymás megtermékenyítése tulajdonképpen folyik, és ezt ábrázolja a taoizmusnak az a szép szimbóluma, azzal a körrel, ugye, benne a két delfinnel, hát nem delfin, delfinszerű figurával, az egyik fehér, a másik fekete, ugye, és az egyiknek, tehát delfin, vagy ilyen spermaszerű figurák, csak nem vékony a farkuk. Hogy mondjam, biztos, hogy tudjam ki, mindenki miről beszélek, és tehát egyiknek a egyikben is van egy pont, a másikban is van egy kis kör, és az egyiknek a színe talán a másikkal, tehát mindegy, hogy fehérnek, feketének, vagy pirosnak, sárgának, bárminek ábrázoljuk, az egyik benne van a másikban, és ilyen szépen, ilyen, úgymond ilyen ondulált vonalakkal hatolnak egymásban. Na most ez a szép, úgymond dupla kör, egymásba folyó körszélek, ugye, ez a Szent Szellemnek a szimbóluma, az áthatolásnak, a logosznak, az egyetemes logosznak, tehát a logosz, ami szerint a yin és a yang, a maszkulin és a feminin, a szeretet és a világosság principiuma egyesülnek folyamatosan és folytonosan, kölcsönösen behatolnak egyik a másikba. Tehát szó nincs arról, hölgyeim, hogy önök ne hatolnának be a férfiakba, behatolnának, hogy ne hatolnának be a lelki világába és a szellem világába. Hát ott vannak az életünkben. Ugye, tehát az csak egy felszíni, úgymond, tehát de lényegi dolog az, hogy a nőbe, úgymond a nő hüvelyébe a férfi, a szerszám, úgymond a szer, figyeljük meg, milyen szép kifejezés ez, hogy a szer, az ő szubstancia. A szer fölött, ugye, vagy a szer tartás, a szerelem, a szeretet. Ez egy nagyon-nagyon érdekes spirituális magyar ősi kifejezés, és nekem nagy a gyanúm, hogy még a szérum kifejezés is, tehát onnan jön, tehát akik mint szérumot használják más nyelvekben, valahol az ősnyelvek itt valahol közösülnek a régi ősmúltba, és onnan jön, onnan ered ez a szérum, tehát ős magyar név ez a szer mindenképpen. Na, tehát a lényeg az, hogy a férfiak, hogyha vétettem, akkor majd megint majd várom ennek az ódiumát, hogyha azt mondtam, hogy ez szerszáma, ugye, de ez szerszáma, megtermékenyik, nem hiába nevezik annak, ugye, habár ez egy ilyen népi kifejezés, tehát tudományos kifejezéssel, pénisz, ugye, a péniszével, vagyis a hímveszőjével behatol a nő hüvelyébe, és ez egy képletes dolog, ugye? De ez, ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van, és ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van alapján, tehát ez a világelv, amit Hermisztris Megisztosz nevű szerző, vagy mit tudom én,
bölcseknek a sorozata, akik ezt kidolgozták, megírták. És ez egy abszolút világ axióma, és ez így van, tehát, hogy ami lent van ugyanaz, mint ami fent van, és így tovább, tehát a fizikai létbe, ami történik, ugyanaz történik a szellemi létbe is. A magas szellemi szférákban, az isteni szférákban. Ezt ide akarok kiukatni. Tehát, hogy ezt a fajta, úgymond felállást, amit itt tapasztalatunk a fizikai dimenzióban, ezt tisztelni kell, és nem azt kigúnyolni, és megkérdőjelezni, és elviccelni, mert milyen mértékben értjük meg ennek a jelentését és jelentőségét, tehát, hogy a fizikai dimenzióban, az anyagban, és mindjárt fogok róla beszélni, ugyanaz van, és ugyanaz történik meg, mint az isteni dimenzióban, annak óriási fontossága van az életünkre, és arra, hogy bírunk-e és tudunk-e boldogak lenni, vagy nem. Tehát, ez a yin és a yang, tehát a feminin és a maszkulin principium lényegét azért mondtam el, mert ez aztán tovább oszlik. Ebből aztán lesz a, tehát mindig folyamatosan kettőre bomlik mindig is. Ahogy kettőre bomlik, ugye, de figyeljük meg, ugyanaz történik, mint amikor a sperma behatol a női pete sejtbe, tehát sejtosztódással növekszik, sejtosztódással gyarapodik, fejlődik, és így tovább. Ugyanaz van a létben is, tehát az őslétben, tehát vagyis ott van az is, aztán itt majd ez követi, amit itt tapasztalunk. Tehát, hogy a yang és a yin principiumok szintén úgymond ketté válnak, és lesz belőlük a tűz, föld, levegő. Az asztrológiában megtalálható, ugye, ez a három alkímiai őselem. Vannak tűzjegyek, földjegyek, vannak levegőjegyek és vannak vízjegyek, és nem véletlenül, és nem hiába. Tehát az asztrológia az csak egy tudomány, ami követi ezt a spirituális lét alapoknak, úgymond az ősi formáját. És ott vannak még, tehát az isteni létben ott van a 10 egyetemes törvény, ugye? A 10 egyetemes törvény, amiről tudunk, aminek megint csak az asztrológiában használt 10 bolygója, igazából ezek csak ilyen térképelemek, tehát a bolygók megtestesítenek 10 teremtő erőt, ősi erőt, ősi teremtő erőt, ami nem lényegi, analogikus kapcsolatban áll ezekkel az egyetemes törvényekkel, ami szerint történik az isteni létben, tehát a belső kommunikáció, és a belső, belső rendezés, rendeződés, de belső fejlődés, és így tovább. Aztán megint van az újraegyesülés, ugye, tehát az páratlan számokban van, az egy az egytől indul, ugye, akkor az ketté válik, lesz és yin és yang. Nincs elsődlegesség nő és férfi principium között, ezt hagyjuk már ezt az ostoba vitát abban. Ugye elkezdték a hím soviniszta, most beszéljük az ő szájuk szerint teológusok, hogy a férfinak valamiféle elsődlegessége van a létben, ebben még Hamvas Béla is bemegy ebbe a csapdába, a Sofia nevű, tehát igen, a Sofia nevű esztében ezt lehet követni. Tehát ő is valamiféle elsődlegességet olvas ki a létből a férfiasság és férfiak javára. Ez nem jó, nem helyes, nem így van. De az sem igaz, hogy most, amit a feministák fennen hirdetnek, és agresszív, fasisztaid módon úgymond akarnak alkalmazni, és ettől ők boldogtalanok, szegények, szerencsétlenek, és ők kényszerülnek egyedül létre és férfi nélküli létre, és igazi boldogság nélküli létre és életre. Tehát, mint mondtam, tehát az újraegyesülés az hozza a harmadik mozzanatot, tehát a Szent Szellemnek van, tehát az ondulált vonalottan abban kínai dialektikus létábrázolásban, ugye,
Ez a jel, így neki külön neve van, és külön hatalom ő, ahogy mondja Hanvas, tehát, hogy nem egy harmadik elem, vagyis, hanem a kettőnek az egységesülése maga a harmadik állapot és létállapot. Értjük? Nincs egy külön harmadik, úgy mint a fiú, atya lélek és szent lélek, vagy ilyesmi. Mert hogyha atya fiú, francot, atya és fiú, atya, anya és áthatulás, és a fiú majd ennek a következménye. Az már utód, az már más kérdés. Tehát nem atya és fiú és szent lélek, hanem atya, anya és szent lélek, vagy szent szellem, és a fiú aztán, tehát ha szent szellem lenne, tehát ez a logosz, ez az inkualieren, ez az áthatolás, ez amit a Plutó testesít meg, ez az Isten igazság ősere tulajdonképpen, ez lenne az első egységesülésben, tehát ez a hármas nevű szám ezt testesíti meg az aritmológiában. És utána akkor van az a újraosztódás, amiről beszéltem, tehát ahol megjelenik a négy ellen megint egyesül, és ez a kvinta eszencia. Itt van a nagy probléma a kínai metafizikában, ugye, amely a taoista, hogy mondjam, hagyományokat elhagyja, és akkor kitalálja, hogy öt ellen van, és akkor a földből csinál fémet és fát. Az már rossz, hibás. Tehát nem, az ötödik ellen, az nem egy külön ötödik ellen valahonnan úgy, mint a másik négy ellen, hanem ő a négynek az egységesülés, az interpenetrációja, az egymáson keresztül hatuló egységbe olvadása, ez az ötödik, ez a quintessence, ez az ötödik ellen. És akkor megint bomlik a lét, most már a három következik, ez a harmadik mozzanat, ugye? Ott, ahol megjelenik a hat, ugye? Tehát ott van nekem a yin és a yang szerinti felbomlása az ős minőségeknek, tehát azt elfelejtettem mondani az első egyesülésnél, hogy ott megjelenik a sarkalatos, a hogy mondják, a bázis, a stabil, és a változó. Tehát a sarkalatos, például az asztrológiában a kos, a szilárd nem stabil, a szilárd, ugye az a második, és a harmadik az a változó. Tehát a Szent Szellem az a változó, az a Merkur. És ugyanígy, tehát akkor a yin-yang szerint bomlik megint, és megjelenik a három sarkalatos létprincipium, tehát létminőség megjelenik yin és yang úgymond profillal, vagyis eszenciaként. És akkor ezek megint egyesülnek, és ez a Dávid pajzs, ugye ez a hetes, ez a misztikus hetes szám, ez a Szaturnusznak a száma, tehát megint megtörténik a hat ellen között egy ilyen eszenciális egybekapcsolódás, egybeolvadás, ez a hetes szám, és akkor ennek megint nagy misztikus tulajdonságokat tulajdonítanak. Na most ezt így lehet tovább folytatni, megint jön aztán a nyolcas, akkor megjelenik a négy ősi alapellem, megint a yin-yang szerint, és így tovább. És így el egészen a tízig és a tizenkettőig, és aztán így tovább. Tehát a lényeg itt az, hogy ez az isteni létezés egy nagyon érdekes aritmológiai logika szerint van, épül fel, de nem van felépítve, hanem magából ered, magából hozza létre ezeket a létmozzanatokat, és ugyanúgy a konstellációk által megtestesített őselvek is ilyen létmozzanatokat jeleznek, tehát a konstellációk, tehát nem a konstellációval van dolgunk, mert az csak térképpen nem, hanem ő mondja, hogy mi történik, például a kos az a teremtés, tehát mind az ős teremtés motivumát testesíti meg, mind azt, amiről mindjárt fogok beszélni. A bika a birtokba vételt, és a birtoklást, és a birtoknak birtokkezelést, és a birtokkal való úgymond számadást. Az ikrek az az idealitás, és a hétköznapi gyakorlati valóság, a materiális valóság összefüggése, illetve az elmélet és a gyakorlat eltérése, vagy azonossága közötti problématikát testesíti meg. A ráknál jelenik meg az élő élet,
az élő valóság a szerves anyagnak úgymond a szaporodása. De kicsit előre futottam, maradjunk ott, hogy ebben az isteni létben tehát ez egy organikus, egységes, hogy mondjam, fantasztikusan értelmes, logikus, tehát az isteni intelligencia működteti, az van benne, ez a Young principium, akármennyire is megsértődnek a hölgyek, ezért ez így van, de bennük is ott van, nem kell félni, nem tudom, hogy miért kell annyira idegesítse őket, hogy az a probléma, hogy a papok, mindenki, és Müller Pétertől, és mindenki, az összes misztikusok az egek belbeli fő principiumnak megteszik, és mindenek fölöttinek a szeretetet, ugye? És közben ezek a liberális feministák és mindenféle liberálisok az eszet, az észt, az intelligenciát istenítik és dicsőítik, és közben nem igaz, ma a kettőnek az egysége adja a boldogságot. És a kettő egytőből ered, vagy hogy mondjam, egy forrásból ered. Na, tehát egyiknek sincs semmiféle primátusa, semmiféle elsődlegessége a másik fölött, a másik előtt, és ezen akkora ostobaság harcol, és ebből mozgalmat csinál, és gyűlöletet, és utálatot, és fölényeskedést, és nagyképűsködést ebből kihozni, akár az egyik részéről, akár a másik részéről, hogy az nem igaz. Na, tehát a lényeg az, hogy ebben az isteni létben, amelyik ilyen szépen és ilyen értelmesen, mondom, az egyetemes törvények szerint és alapján, azt el kell olvasni őket, strukturálódik, egységesül, működik, stb. És egy csomó minden, ugye, amit mi fel nem tudunk fogni, ami ottan történik benne, és által is rajta keresztül, ugye, de a lényeg az, hogy az abszolútumból eredő ős ideák soha nem meg nem állnak, tehát azok állandóan jönnek és beszeretnének úgymond kapcsolódni, tehát a rezonancia törvény alapján ők, mert az isteni törvények is az abszolútumból jönnek, onnan áradnak, és aztán konkretizálódnak és konkrét formát öltenek az isteni létbe. Na most itt ebben az isteni létben tehát megvannak a maga belső egyetemes törvények szerinti önfenntartás és önműködtetési úgymond szabályok, és ezek az új ideák nem mindig kapnak helyet ebben. Nem mindig tudnak ide beékelődni, nem tudnak mindig ide beintegrálódni, nem mindig tudnak szervesen egységesülni a már létező isteni organikus léttel, létállapotokkal. És szokták azt mondani, hogy az Isten tökéletes. Na most az Isten... Bocsánat, nem tökéletes, mert ha lenne tökéletesség, akkor mi nem is kellene, hogy létezzünk. Mindjárt meglátjuk miért. Tehát az, amit mi tökéletességnek hiszünk és gondolunk és mondunk, az tulajdonképpen zavartalanság. Tetszik érteni? Zavarhatatlanság, zavartalanság. Megzavarhatatlan helyzet, az isteni helyzet. És pedig ez úgy történik, hogy ezek a nem tudják megzavarni sem kívülről, sem belülről őt, mert ott van a... Nem baj, ezt majd megint kivágom. Azért rossz, amikor... Nekem így a torkon kezd küszörülni, tehát valami lepedék kerül a hangszálaimra, mert akkor, hogyha megvágom a videót, akkor el fog tűnni, most biztos már önök észlelik, hogy a hangom és a szájmozgásom nem egyforma, nem egyszerre történik. Majd kell vegyek egy tökéletesebb videó, tökéletesebb, pont erről beszélek, egy nagyobb kapacitású és egy... pontosabban működő kamerát, csak akkor ezt a nehézséget majd ki fogom tudni küszöbölni. Tehát egyelőre ezzel maradunk. Na most ezek, tehát úgy őrzi meg a zavarhatatlanságát az Isten, úgymond az isteni lét, hogy a fokozás törvénye által, fokozás és a ritmus és a ciklus törvénye által, itt bocsánatot kell kérjek mindenkitől, aki eddig a videókat, hogy mondjam, behatóbban figyelte és nézte, és értelmezte esetleg tanulmányozta az egyetemes törvényeket is, mert itt én egy nagy tévedést követtem el, akkor
akkor, amikor azt úgy, mikor észrevettem ezt a, tulajdonképpen nem én vettem észre, nem Viola hívta fel a figyelmemet erre a fokozás törvényére, ugye, fokozás, fokozódás jelenségére, hogy, hogy ez nem a polaritás törvényéhez rendelődik, vagyis nem a polaritás törvényének az egyik sajátja, sajátossága, hanem a ritmus és a ciklus törvényének, ugyanis, tehát ugyanis a polaritás törvénye nem lehet, azt nem lehet fokozni, a polaritást nem lehet fokozni, az polaritás van, vagy poláris, vagy nem. Tehát átment a másik végletébe, az egy véglet, az ott van. Tehát a fokozás az, ami, ami esetleg nagyobbítja, növeli, növel valamit, akár intenzitásban, akár nagyságban, ott még nincs is szó anyagi állapotokról, helyzetekről, úgyhogy itten a fokozás, az intenzitás fokozása az, ami lehetséges. Tehát, és akkor a polaritás törvénye, tehát ezt a konfliktust, ami az integrálódni próbáló és akaró ősidea között, tehát ősképzetek, mágikus erejű ideafoszlányok között, és ahogy mond az isteni felület között, mondjuk így, abár ott nincsen nem anyagi jelenségekről beszélünk, tehát az isteni befogadó készség és képesség között egy ilyen antitinomi alakul ki, egy ilyen lehetetlenség, egy ilyen behatolási probléma merül fel, és akkor mondom, hogy ott megjelenik a zavar lehetősége. A zavar lehetősége csak. És pontosan azért, hogy ne legyen teljes zavar belőle, nem is engedtetik meg ennek a még úgymond befogadhatatlan, tehát még nem nincs, hogy mondjam, odafejlődik, vagy ezzel az újdonsággal még nem ismerkedett meg, még nem dolgozta fel, úgymond, még nincs helye neki az isteni létben, és akkor ez kinyomódik, kilökődik a külvilágba, úgyhogy felfokozva, felfokozódva, tehát felfokozódik, és akkor ott jön be a polaritás törvénye, tehát, hogy átváltja az ellenkezőjére. Tehát miután felfokozódik, akkor átmegy az ellenkező oldalára, ellenkező, tehát a lényege szerinti másságba, a lényege szerinti ellenkező állapotba. Ugyanúgy, ahogy a tárzuzi Szent Pál is, aki Saulus volt, egy darabig úgymond ellensége volt Jézusnak, és mindenáron azt el akarta hitet, hogy mondjam, tüntetni a keresztényeket, csak a kereszténységet, csak a keresztény gondolkozás, mert nem csak hitet, mert ő neki volt egy, ő egy beavatott farizeus volt, volt egy úgymond hagyományos zsidó, hogy mondjam, zsidó héber látásmódja a világról, egy-egy a héber úgymond vallás szerinti látásmódja, és azt mondta, hogy amit mond Jézus, az veszélyes, és az, annak az ellentétes, az hibás, és az nem jó. És egyszer csak neki az a gondolata és ötlete támadt, és az elképzelése, az a megvilágosodása szerinte, ugye, hogy Jézusnak igaza van, és attól kezdve pontosan az ellenkezőjét csinálta, mint addig. Tehát attól kezdve aztán fogta magát, és végső soron Pál nélkül nem is lett volna kereszténység, mert Jézus nem vallást tanított, hanem egy beavatási rendszert, és akkor, hogy mondjam, tehát Pálnak a működése nélkül Péter túl gyenge volt ahhoz, hogy ebből egy ekkora nagy, úgymond, világ, majd, hogy nem már akkor kontinentális mozgalmat tudjon alapítani, és akkor aztán ez így elterjedni. Az életben nagyon-nagyon sok alkalom és lehetőség van arra, hogy találkozzunk ezzel a polaritás törvényével, hogy egyes emberek teljesen ellenkezőleg kezdenek, ez a vízöntőhöz tartozik egyébként, tehát, hogy ellenkezően kezdenek működni, dolgokat csinálni, más lesz a mentalitásuk, mint az előtt volt, és általában a homlok egyenest ellenkezik mindazzal, amit korábban csináltak. Még ilyen is van, ilyennel is lehet találkozni. Na, a lényeg tehát az, hogy a fokozás és a ritmus és a ciklus törvénye szerint, és a többi törvénynek is, de főként a polaritás törvénynek az együtthatása következtében ezek az ősideák, amelyek nem bizonyultak még befogadhatónak egyelőre,
kipenderülnek, kilökődnek, és ez a istenünknek kívüli létállapot. Na most figyeljük meg, hogy na most mi ezt nevezzük Lilitnek, tehát ezt a kilökődést, ennek az okát, hogy miért kellett ők kilöködjenek, tehát hogy kikerüljenek, és ellentétes, maguk ellentétévé válva, teljesen ilyen egymás ellenes és saját maguk ellenes egy ilyen állapotba, ilyen helyzetbe kerülnek, és ezért nem tudnak rendesen egységesülni. Tehát ez a pokoli lét, és nagyon vigyázzunk, mert ez nem a föld alatt van, nem valahol bent, valahol, mit tudom, alattunk van, nem az anyagon alatti létben van, hanem messze az anyag feletti létben van. Tehát közvetlenül az isteni léten kívül már ott van. Figyeljük meg a Bibliában a paradicsomból való kiüzetés motivumát, ezt írja le tulajdonképpen. Az elején nem kígyó volt ott, meg lehet nézni a régi Biblia fordításokat, mert azt se lehet tudni már, hogy melyik az eredeti, de a régi fordítások, a régi őseredeti, úgymond, bibliai szövegek, amelyek szintén csak fordítások az eredeti evangéliumoknak, ugye, tehát az ott még Lilitet ír, nem kígyót. Kígyó választán később, mit tudom én, nem tudták elképzelni, mi az a Lilit, csak akkor hát a kígyót, konkrétan odarakták a kígyót. Nem kígyóról van szó, mert egy jelenség, ez az egész, tehát ez a minden, hogy mondjam, tehát amivel mi itt kívül találkozunk, ez a, úgymond az őslit, a gonoszság maga, ugye ez nem szabad ehhez érzelmileg viszonyulni. Ez tulajdonképpen egy szükségszerűségből eredő, úgymond spirituális jelenség és folyamat, ez a kilöködés, kitaszítás, kizárás folyamata, ugye? És ezt viszont mi már rossz néven vesszük a fizikai életben, a civilizált életben, a modern etikai életünkben. Miért? Azért, mert pontosan, hogy annak, amiért van a fizikai lét, annak már ellentmond. És pedig hogyan és miért? Tehát azért, mert ezt nem lehet, az nem lehet, hogy most már állandóan ezek a bizonyos ideák, amelyek kiáradnak, úgymond mágikus erejű, figyelj, ne felejtsük el soha, teremtőerővel bírnak, mágikus teremtőerővel. Ezek, amelyek kilöködnek, úgymond nem tudnak integrálódni, nem tudnak bejutni az Isten létbe, és akkor alkotják ezt az őskáoszt, amiről minden kozmogónia tud, csak itt nem fizikai őskáoszról van szó, hanem idea őskáoszról, értjük? Mágikus erejű, ez a Pandora szelencéje. Mágikus erejű, egymásnak ellentmondó, még saját maguknak is sokszor ellentmondó, nem sokszor, mindig ellentmondó, legtöbbnyire, vagy hogy mondja, ősideák tehát alkotják ezeknek a szervesülni képtelen ősideák, alakítják ezt a tulajdonképpen pokoli világot, szellemi, spirituális világot. De az ott van mindjárt közvetlenül az isteni lét alatt, vagy léten kívül, ugye? És utána aztán vibráció csökkenéssel, szintén pontosan annak érdekében, hogy ez így ne állandóan, ez a jelenség miatt nem állandóan csak növekedjen ez a úgymond pokoli világ, ez a negatív, zavaros, kaotikus, veszélyes, mert mágikus ereje van, tehát az Istenre is úgymond visszahatni képes világ, vagyis legalábbis annak a dolgát egyre inkább megnehezítő világ, hogy ebből valamennyi erőt vegyen le, úgymond, valamennyire letoppintsa, vagy semlegesítse, vagy úgymond lesoványítsa, úgymond, vagy vigyázzon arra, hogy bizonyos méreteken túl ne nőjön. Tehát a saját magából az Isten, az isteni lét, úgymond, miután létrehozta a fizikai dimenziót, mert ez közben a teremtő folyamat, ami aztán létrehozza az isteni létet, és aztán létrehozza az Isten alatti, úgymond az idea világot, tehát ez már nem a pokoli világ, ez már szervesült, de strukturálódott világ, és akkor itt jön a mentális, tehát egyszer ott van a képzeletvilága, az idea világ, a teremtő erejű mágikus képzelet, mágikus erővel rendelkező idea rendszerek világa, alatta van a mentális világ, ugye a gondolkozás világa, gondolkozásnak megfelelő spirituális létállapot, alatta van az érzelmek világa, még alatta van az éteri világ, tehát az energia,
dimenzió, és még alatta van aztán a fizikai dimenzió. Na most a fizikai létnek nagyon-nagyon, és főleg az anyagnak, tehát annak, amit anyagnak nevezünk, és amiről azt mondja, aztán kvantumfizikai nem is létezik, mindegy, de mi itt a felszínen észleljük, és mi abból vagyunk, úgyhogy most hagyjuk a kvantumfizikát, mert nagyon érdekes dolog, a kvantumfizika nem azt jelenti, hogy most már megszűnnek a newtoni törvények. Tehát a klasszikus törvényeket azért észleljük, vannak, és működik a világ velük, és mi azt érzékeljük. Tehát éppen azt mondtam, hogy a fizikai világ végül is, tehát ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van, tehát létrejön úgymond a mennyek országának a mintájára, nem, ha nem is éppen a fizikai világ, hanem a földi világ, ahol az ember meg tud élni, és tud élni. Tehát ahol olyan körülmények teremtődnek és jönnek létre, hogy a biológiai élet nem csak hogy ki tud alakulni, de meg tud fogadni, és fejlődni tud, és nézzük meg, hogy milyen érdekes dolog van itt az anyaggal, számunkra legalábbis nagyon fontos. Tehát az anyagi létnek három, igen, nagyon-nagyon fontos szakrális tulajdonsága van. Az első az a memória, tehát az anyagnak az információ raktározási képessége. Tehát az anyagba képesek, hogy mondjam, az anyagi struktúrába beakadni úgymond információk, és az anyagi struktúra segítségével ezek megőrződnek, és ez a memória jelensége. Ennélkül nincs gondolkozás, ez a mi gondolkozási képességünknek, fizikai gondolkozási képességünknek, biológiai képességnek a magyarázata, tehát hogy képes az anyagi, tehát a sejtjeink, az agysejtjeink képesek ilyen lényegi információkat raktározni, de azt is tudjuk, hogy a más sejtjeinknek is van ilyen kis gondolkozási képessége, memóriája, stb. Tulajdonképpen minden emberi sejt egy ilyen kis gondolkozási egység önmagában. Tehát nem csak a ganglionok tudják ezt, hanem ők ott vannak, aztán ott talán intenzívebb, vagy finomabb, vagy mit tudom én, jobban struktúrált ez a gondolkozás. Lényeg az, hogy valahol ott van, legalábbis fizikai szinten. Most én tudom azt is, hogy egyeseknek ki, azért, mit a baleset érte őket, vagy vírus támadta meg, és kiszedték az orvosok a félagytekét, és akkor megtanult valami más, úgymond ilyen vizualizációs játékokkal kapcsolatokat teremteni, és a gondolkozása teljesen helyreállt, stb. Ezek nagyszerű tulajdonságai, tehát ez már egy nagyon felsőbbrendűen struktúrált állapot a fizikai létnek az emberi agy, tehát ezen semmi baj nincsen. A lényeg tehát az, hogy mi ezt jegyezzük meg, hogy tud, tehát információt raktározni az anyag, és így ellenőrizhető, tehát mi az az információ, ami benne van, tehát minőségileg, és mennyiségileg, és mindenféleképpen, és műveleteket is lehet vele végezni. Ez a gondolkozási képességünk, nem? Na most akkor, a másik nagyon-nagyon fontos, és ezen alapszik az informatikaipar. Hát memória nélkül számítógép, memória nélkül működne egy számítógép is, de hogy működne, kérem szépen, memória nélkül nem tud működni egy gép. Tehát nem lehet gondolkozni, és az informatika sem tudna működni, ha nem lenne memóriája az anyagnak és a gépeknek. Így a számítógépeknek is. Tehát a másik nagyon-nagyon fontos tulajdonsága a megjelenítő képessége, tehát hogy az anyagi forma egy úgymond körülhatárolódott anyagi egységről képes információt közvetíteni, úgyhogy mi rá tudjunk arra jönni, hogy az micsoda. Ha nem is jövünk rá teljes mértékben, de hogy hogyan kell viszonyuljunk hozzá, tehát valamiféle viszonyulás belőlünk ki tud váltani azáltal, hogy úgymond az értelmünk segítségével, amiről az előbb beszéltem, információkat tudunk szerezni róla, vagy alkotni róla egy képzetet, hogy az mi lehet és mi nem. Tehát, hogyha jön felém valami nagy darab, nagy özével, nagy, mondjuk egy mozdony, ugye egy nagy, vagy egy nagy autó, ugye akkor igyekszek félreszökni előle. Vagy egy elefánt, ha nekem ront, vagy valami. De persze itt nem ront nekem, csak ha elmek Afrikába, de medve azért ronthat például. Egy nagy fekete, sötét tömeg jön felém, akkor lehet, hogy rosszul teszem, mert azt mondják, hogy akkor nem kell megmozdulni, de az embernek az első ösztöne az, hogy akkor elfutamodjon onnan.
Na te valaki miféle, ha helyeset vagy helytelen, de egy viszonyulás, de általában nagyjából helyeset kivált az emberből az, hogyha a számítógépet nem téveszti össze a televízióval például, vagy a rádiót a kamerával, a diffuzorral, hangszóróval. És így tovább. Tehát, vagy a fát a folyóval. És így tovább. Tehát a külső megjelenési formájával, színezetével, hang kibocsátásával, mozgásával, színével, szagával, ízével, hogyha ízlelem, tapintásával, valamivel információt tudok kapni róla, és tudom, hogy hogyan viszonyuljak nagyjából hozzá. Aztán ezt persze meg kell tanulni a növekedésünk alapján, de az állat is tudja, hogy ezért jön felé, hogy kijött a kicsi, mit tudom én, gida az anyjából, ugye, és már ösztönösen tudja, hogy valami fekete jön felé, akkor az előre kell futni, vagy ilyesmi. Tehát az anyag külső formája és külső állapota mindenképpen egy információt tud közvetíteni saját magáról, az ő lényegéről, vagy legalábbis arról, hogy ami annak a lényege és funkciója ahhoz, hogyan kell a másik anyagi egységnek, vagy éppenséggel lénynek, mint állat vagy ember viszonyulnia. Ez tehát a második nagyon-nagyon fontos vonása az anyagi létnek, jegyezzük meg. A harmadik az már a szerves anyagban van csak benne, tehát nagyon érdekes módon és csodálatos módon belé van építve az emberbe ez a fájdalomrendszer, amit ki akarunk iktatni. Kérem szépen, fájdalom nélkül nem is tudnánk létezni. Egy fájdalom nélkül egy napig sem tudnánk azt hiszem, hogy élni. Tehát a fájdalom őseredetileg jelzésrendszer, egy bedekker, vagy egy keresztesség, vagy egy mit tudom én milyen belső, tehát nem kell ezt értelmileg értelmezni, hanem érzékelem én azt, hogy valami, amit csinálok, az nem jó. Tessék a falnak menni fejjel, vagy verni a fejét a falba, az embernek ott a fájdalom. Nem jelzi, hogy azt ne csináld, mert nem az a te dolgod. A falnak ott más szerepe van. Másért van ott. Vagy sziklába, vagy fába, vagy akármibe verhetem a fejemet, vagy neki szaladhatok a falnak, hogy menjek keresztül rajtuk, hagyjuk a misztikus csodabogár trükköket, mert azok trükkök nem valóságok, mert a fal, a szikla az azért van, hogy te ne tudjál keresztül menni rajta addig, amíg fizikai testben élsz, és ezeket a Copperfield Dávid-szerű izéket, filozófiákat, ez nagyon veszélyes, nehogy valaki ezt komolyan vegye. Nem, az emberi test nem kell, hogy keresztül hatoljon azén a... És nem kell, hogy egyik ilyen teleportáció sincs, hogy innen ezért megsemmisülök, vagy hogy mondjam itt, és akkor ez a spekulációk, az ételt, és akkor ott megjelenés. Ezek marhaságok. Ennek semmi köze a metafizikához, tehát a metafizikai valóság nem ez. A metafizikai valóság az, hogy mindjárt meg fogjuk látni, hogy óriási szerepe van a fizikai valóságnak, fizikai dimenziónak abban, hogy a szellem, úgymond a megváltás megtörténjen. Mert mi történik? Pontosan az anyagnak ezen a három nagyon-nagyon fontos szakrális tulajdonsága miatt és képessége miatt születünk mi anyagi testbe ide a földre, és pedig hogyan? Úgy, hogy úgymond az Isten kibocsájt magából ezeket az úgynevezett isteni szikrákat, ezért mondják, hogy az ember ott az isteni szikra. Ez nem egy szikra, hanem egy... Tehát a mag, ahogy mondja a magyar rendben, ott a magom, az isteni magom, a mag, de hát elindul az Istenből, és keresztül haton ezen a pokoli zónán, ezen a kaotikus, spirituális zónán, és a rezonancia törvénye alapján annak függvényében, hogy az isteni zónának melyik részéből, úgymond, tehát milyen funkcióból jött ő, milyen hiány információt jött pótolni, tehát a pokoli létből, úgymond, a kaotikus létből magához vonz bizonyos ilyen idefoszlányokat, amelyek korábban kivoltak onnan az isteni létből lökölve, vagy nem is voltak beengedve, ugye, magára veszi, magába szív, ez mindegy, egy ilyen, mint a szilva vagy a barackmag, ugye, vagy kemény fás rész, úgymond, ez lenne a karma, ezt rakodik rá,
és szervesül, szervesen úgymond egységesül ezzel az isteni maggal, és úgy jövünk ide a világra, tehát ezzel a karmával, ezzel a feladatcsomaggal együtt. Miért mondom, hogy feladatcsomag? Mert pontosan ez a funkciónk, ezért jövünk ide, hogy ezt a karmát megismerjük, felismerjük, és hogyha megismertük, és be is ismertük, ráadásul egyeseknek ez nehéz a beismerés, mint Gerle Évának és társainak is, hogy ők igenis rendelkeznek ilyen velük született negatív tulajdonságokkal, de ők azt mondják, hogy angyalkáknak születtek, és olyan gonoszságokat végeznek, hogy nem igaz. Na, tehát ezt, hogyha én felismerem és beismerem, és magamra veszem, hogy tényleg ott az én vagyok, akkor fel tudom oldani, és meg tudom haladni. Hogyha nem, akkor nem. És akkor marad a fájdalom, és marad a betegség, mert strukturálódik, tehát az anyagi struktúrám, amiben születtem, ugye szépen felnövök, hogyha fel tudok nőni egyáltalán egészségesen, mert itt aztán nagyon-nagyon bonyolult, összetett viszonyrendszer van aztán a szellemvilág, a fizikai valóság között, csak úgymond az ős mag között, és az én spirituális struktúrám is magam között, és a külső vagy a többi magok között nagyon furcsa, hogy mondjam, egymásra kölcsönösen visszaható korrespondencia és információküldés, és ugyanakkor elkülönül is. Miért fontos az tehát, hogy el legyünk különülve fizikai testbe? Pontosan ez a lényeg, ezt nem értik meg az emberek, hogy fizikai testbe azért vagyunk külön lények, hogy legyen egyéni felelősségünk. Egyéni, individuális felelősségünk. Azért, amit teszünk, mondunk, és figyelem, nem csak amiért teszünk, és mondunk, és gondolunk, hanem azért is, amit képzelünk. Mert a képzeletünknek igenis ilyen karmikus, sorsidéző természete van, beidézzük magunk számára azokat a sorskörülményeket, amelyek segítségével fejlődhetünk, amelyek segítségével ezt a karmánkat oldhatjuk. Tehát például valamilyen módon Violán keresztül én is, és Violával együtt mi ezt a Gerle Évát és a csapatát, a feminista gyűlölködő csapatát, férfi gyűlölő csapatát beidéztük, ugye? Pontosan annak érdekében, hogy bennünk bizonyos, úgymond, transformációk történjenek meg, amelyek korábbi konfliktusaink által, konfliktusok segítségével nem tudtak megtörténni, nem tudtak tisztázódni. Főleg Violában és Violánál, aki sokkal erősebb tűzkarmával született, mint én. Itt megint kivágást fog következni, sajnálom. Tehát főleg Violánál, aki sokkal nehezebb karmával született a világ, tűzkarmával született a világra, mint én, és akinek persze, hogy nem lehetett ezt elég tapasztalata, nem is beszélve arról, hogy korábban 4-5 éve ezelőtt, 5-6 éve ezelőtt, mielőtt a horoszkópját elkészítettem, még csak nem is tudott arról, hogy neki van egy ilyen karmája, tehát az ő magja, isteni magja, ugye a magamja, az egy olyan zónán hatolt keresztül, ahol a rezonancia törvény alapján hozzá ilyen negatív belé, úgymond csatolódtak, ilyen negatív, tehát tűzzel kapcsolatos. Mit jelent? Ez kiégetést jelent, tehát tűz a szenvedéllyel kapcsolatos, szenvedélyes állapotokat, tehát a lét működtetéséhez ott van a tűz, az kell a tűz, a negyedik ősrögem, ugye? Kell a szenvedély, ott van az isteni szenvedély a létnek, a fenntartásának, a működtetésének, a megváltás megtörténésének, tehát a teremtés és a megváltás megtörténésének a szenvedélye, ugye? És ebben neki kevés tapasztalata volt azelőtt, és akkor szüksége volt neki is, de nekem is még, úgy látszik egyelőre, mert meg kell valljam őszintén, néha sikerült néha az elején, amikor még nem értettem teljesen a játékot, belőlem is néha ilyen gyűlöletérzéseket kiváltania ennek a hazudozó, tehát elképesztő, hogy micsoda. Nem lehet elmondani, és nem is akarom, nem akarok ezzel foglalkozni, de hogy ennek a nőnek minden, tehát ez hazugság nélkül nem tud megnyilvánulni. Tehát a tárgyi valóság és a
És a spirituális valóság nála teljesen összemosódik és elcsúszik, és így elfordul egyik a másiktól, és akkor ő valóságnak mond és állít be olyasmit, ami abszolút tárgyi bizonyítékva, hogy nem úgy van. De ő mégis másképp mondja, s arról meg ő van győződve, s arról ezért... Hogy lehet valaki ilyen hülye, hogy valakit megtámad valakit, és sokan azt mondja, másik a bűnös. A másik védekezni kell, és azt mondja, hogy a bűnös adokat be kell zárni. Nos, ezt így hirdeti rólunk az interneten, mindegy csinálja. Tehát, de mondom, az elején nagyon, nagyon érdekes volt a játék, mert művelt az ember nagyon, tehát ilyen értelmiségi műveltsége van, ilyen lexikális, ilyen úgymond ilyen általános műveltsége, de hát ezzel mit ér? Hát szerencsétlen nyomorék, szerencsétlen ember, mert egyedül él, egyedül van, és azt hiszi, hogy neki ez a boldogság, ez az izgalom forrás, hogy nézze meg, hogy kit hol lehet ledorongolni, kit lehet megrángalmazni, kire lehet ráfogni, hogy gyűlölködő ember, stb. Na, tehát szükség volt, és így folyik ez mindenkinél, és azért készítem ezt a felvételt, hogy figyeljünk oda nagyon, de nagyon. Mert azért vagyunk itt pontosan, hogy a külső konfliktusok segítségével fedezzük fel a karmánknak a természetét, mind a mellett, hogy az asztrológia óriási segítséget nyújt ebben, mert konkrétan megmondja, elméletben megmondja, hogy mi az. De azt, hogy te elméletben tudod, az még nem azt jelenti, hogy te, hogy mondja, ez neked már akkor a dolog fel van oldva. Szegény Ion Dumitrescu, az én úgymond mesterem, ha lehet úgy mondani, ebbe halt bele, mindig azt hangoztatta, hogy mihelyt már valamitről tudomást szereztél, valamit tudsz, akkor azt mondja, az már fel van oldva. Hát nem volt feloldva nála szegény, és már csak annak ennére csak 9 éve volt idősebb, mint én, már 1-2 éve halott, úgy tudom. Na, tehát nem igaz, nem elég még az elméleti megismerés, ezt kell megérteni. Metafizikai megismerésben az elméleti megismerés még semmi. Ahogy mondja Hanvas Béla, hogy egy csepp megvalósítás többet ér, mint egy könyvtárnyi elmélet. Tehát az horoszkópból is meg lehet, és pontosan ezen alapszik az analógia, rendszeren alapszik az asztrológia is egyébként, hogyha megértette valaki, gondolom meg lehetett érteni, ugye? Hogy ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van, világ elven működik az asztrológia, és hogy úgymond erre a fizikai dimenzióban való létezésre, és főleg az emberre, úgymond az Úristennek mekkora nagy szüksége van. Tehát nem fog az csak úgy felrobbanni, és jönnek ilyen világvége látomásokkal, és ilyen, mit tudom én, ez hülyeség, kérem szépen. Óriási szüksége van az emberre, és az emberiségre, és a fizikai létre az Úristennek, mert egy ilyen úgymond rekuperációs folyamat történik, egy megváltási folyamat történik rajtunk keresztül, és általunk, és velünk, és bennünk, hogy ez az élet tapasztalatok sodrában az ember, hogyha valamennyi egy kicsit is felvilágosult, úgymond, és egy kicsit is meg tud világosodni, és nem megáltalkodott, hogy mondjam, sátáni a magatartása, vagy luciferi a magatartása, tudjuk milyen különbség a kettő között. A luciferi magatartás az a öncélú, lilites negatív megatartás, amikor a fény nem akarja megtermékenyíteni a szeretetet, nem akar beléhatulni, azt mondja, hogy köszönöm szépen, én itt jól el vagyok a magam okos szféráiban, és ott meg vagyok jól, ez a luciferi magatartás. A sátáni meg az, aki nem akarja befogadni a fényt. Azt mondja, hogy menj a francba, ne gyere belém, ne termékenítsen meg engem, és nem akarja visszavinni az egységbe, ez a sátáni magatartás. Nem kell megijedni ezektől a fogalmaktól. Mert hogy a vallás annak idején ilyen monstruózus dolgokat csinált belőle, nem azt jelenti, hogy most már kell félni. Ezek ilyen terminus technikusok az asztrológiában, a metafizikában. Tehát a lényeg az, hogy fizikai dimenzió, amit mondtam, ezzel a három tulajdonságával, és az ember benne egy óriási szerepe van neki, egy központi helye van a világegyetemben, mert igenis az emberek, ez hiába mondják, hogy jó, te az a kis szar bolygón, az a kicsi emberke, mert igenis óriási funkciója van, óriási, hogy mondjam, szerepe van, óriási értéke van az embernek ilyen szempontból,
De nem úgy, hogy milyen tehetség és milyen nagy Báber tornyát tud majd csinálni, és ahogy az a szerencsétlen Gellértével is, hogy ő neki milyen díjai vannak, francot. Ez mind Báber torony az egész. Az egyedüli érték az emberben az az, hogy mekkora mértékben tudta felismerni a karmáját, és mekkora, ez még kevés, ez még csak elmélet, mondom, mekkora mértékben tudta feloldani, és helyében más pozitív képességeket megszerezni. Erről van szó. Tehát feloldási, karmaoldási és mindenféle más képességet megszerezni. Például akinek rák karmája van, ezt többször mondtam már, ugye, az fél a családalapítástól, fél a gyermekektől, fél mindentől, ami gyermekáldással kapcsolatos, stb. És annak pontosan, hogy az a dolga, mint ahogy szerencsére én annak idején felismertem, hogy családot alapítson, hogy megszeresse a gyermekeket, megszeresse a családot, a család, hogy mondjam, eltartói és gyermeknői szerepeket és funkciókat, és így tovább. Akinek meg mit tudom én, szűzi, karmája van, tehát ott két véglet vagy öncélon állandóan csak dolgozna és dolgozna. Apropó, a rák karmának is van egy másik ellentéte, amikor valaki nem lát ki a családból és a családi relációkból, és állandóan csak az izgatnás, az bújná reggeltől estig, ugye? Ez a másik véglet a rák karmának. De ugyanúgy például a Szűzi az a rendeltetés konstellációja, volt erről felvételem, azt meg lehet nézni, tehát aki mit csinál a Szűz, az állandóan rendet rak, rendet csinál, vagy rendetlen a másik véglete. Tehát az egyik véglete, amik állandóan a fizikai dimenziót kopácsolja, kalapálja, drótozza, heggeszti, összes abból akar megint csak Báber tornyokat építeni, és valamilyen célú dolgot csinálni, és azt hiszi, hogy ez a nagy mű. A másik meg tojik reás nem érdeklés, és hanyag, és trehány, és dolgozni nem akar, stb. Tehát főként dolgozni nem akar, és nem akar rendes lenni, úgymond, nem akar a helyére kerülni, nem akar a helyén valónak lenni, és így tovább. Tehát ez a szűzkarmának mindegyiknek megvannak a maga. Na most ennek az embernek az a dolga, hogy ebbe a rend és rendetlenség dolgozás, vagy munkamánia, vagy munkakerülés, stb. Ebbe egy aranyközéputat megtalálni. Vagy éppenséggel a bikakarma, ugye, amiben szenved Gellért Éva, ugye, dolga az lenne, hogy tudja meg, hogy mire való az anyagi javak, mire valóak. Na most ő valahogy úgy cseppennek is, úgy ment férhez, hogy jól meggazdagodott a férje halálából, ugye, halála után, tehát valami szerző, kemény szerző jogokat, és gondolom lakást, és házat is örökölt, és így tovább. Ott van most a magyar állam, hál' Istennek, nagy-nagy gondját viseli a családjának. Abból jól meg lehet élni. Hát itt találkoztunk évekkel ezelőtt egy szentgyörgyi nővel, aki három gyerekkel született Magyarországon, ott élt, ott elvált, mit tudom én, hazajött, és abból, amit kapott gyest, mert ő azelőtt dolgozott, tehát nem alanyi jogi gyest kapott, hanem rendes, munka utáni gyest, ugye az nagy a különbség. Már ezelőtt is meg lehetett élni abból, nem, hogy most, amikor szerencsére, hál' Istennek, a magyar kormány ezeket a juttatásokat megnövelte. Úgyhogy őket kérem szépen, ő most éppen azt hiszi, hogy ez így tökéletesen rendben van, hogy ő kap annyi, és örökölt, mondom, annyi pénzt és annyi anyagi javakat, hogy abból jól tud élni, és hogy ő szórakozik ahelyett, hogy ezt arra fordítaná, spirituálisan fejlődjön, mert arra bika erről szól, hogy mit szereztél meg, mit van neked, abból azt mire használod, mert a kettős ház mondja el, a bikának megfelelő gyakorlati életkör, ugye, aki azt mondja, hogy az a anyagi javak megszerzési módjának és felhasználási módjának a ház, az életköre. Na most ő hogy szerezte meg, hogy nem, nagyjából meg se szerezte, amit kapott, akkor hogy gazdálkodik vele, nem az a lényeg, hanem az, hogy ez ebből mennyit fordít a saját spirituális fejlődésére és a gyermekeinek esetleg. Hát semmit, mert egyelőre spiritualitás ellenes mentalitással él a világba, és egyszerűen nem is hiszi el ezeket, hogy vannak, tehát hogy a pozitív lelki magatartásnak, az egészséges, spirituális, úgymond konstruktív magatartásnak van hosszú távú pozitív következményes, hogy a negatív mentalitásnak van káros, a betegségek neki csak úgy, liberális materialistáknak ugye a betegségek csak úgy hullanak valahonnan az égből, vagy nem lehet tudni, hogy honnan jönnek, miért.
Na, de semmiképpen nem ők az oka is a hiba, az okozói a betegségeknek, ugye? Vagy a negatív sors körülményeknek, ők úgy képzelik. Na most, az a lényeg tehát, hogy az embernek fel kell ismerni, és az asztrológia óriási segítséget tud nyújtani az embereknek abba, hogy konkrétan megmondja, hogy neked ilyen és ilyen jellegű karmád van. Mert nem csak egy embernek, nem például Gellért Évának sem csak Gellért. Gerle, annyira szokatlan számomra ez a név, Gerle Évának a karmája sem csak a bikából áll, mert ott van még a nagy agresszív, a férfi ellenes maszkulinitás és fényellenes karmája, attól is meg kellene szabadulnia, és ő azt csak vastagítja. A gyűlöletet növeli magába, a férfi ellenes gyűlöletet ezzel a ultrafeminista fasisztoid magatartásával, ugye? Meg kell nézni, el kell menni a Csak az Olvassa című blogjára, hogy ott miket ír a férfiakról. Főleg róla, ugye, most már kitalálta, hogy nem, itt nem akarom idézni az ultra mocskos és aljas és sötét fogalmakat, amiket használ rám, és az én szexuális tulajdonságaimra, állítólagos szexuális képességeimre és tulajdonságaimra, és ő neki egyelőre ez boldogságot és örömet és élvezetet okoz. Na, csak hogy ez hosszú távon nem vezet jóra, majd azt meg fogja látni, és egyelőre sincs jól, mert azt kérem, nem boldogság, hogy ott három gyermekkel élni együtt, úgyhogy a gyermekekre meg vagyok győződve abból, hogy mennyi ideje volt mindenfélét írogatni. Töröltem, és állandóan töröltem rá erről az ő hozott létre egy ilyen petíció című oldalt, ahol ellenünk tüntet a mi gyűlöletkampányunk ellen állítólag, és a végén kiderül, hogy vicc az egész. Ma saját petíció oldala teli van mindenféle poénkodással és nagyképű vagánykodással, és még volt ideje közben írni a blogját, volt ideje írni ott a sok szöveget mindenféle más témában, volt ideje a Facebook oldalt írni, volt ideje, kérem szépen, hozzám felrakni, nagy-nagy szöveget írni, és azt mind letörölte Viola, és ő még azután is mind törölte, és ezt csak rakta. Hát én kérem szépen, hát én nem lennék, hát ez sziszifuszi küzdelem, vagy egyáltalán. Hogy van az, hogy én írok valamit, és nekem letörölik? És én abban még a világ ebben a hülye gyerek játszmában benne vagyok. Szóval ez ide betegség kell már tényleg. Itt szegénynek már az agya valahol ottan a karmája. Már, hogy mondjam, tehát kisült ott valami néhány millió ganglion ott az agyában. És ez így fog folytatódni tovább, hogyha... Hát persze semmi probléma nincsen, mert tudjuk, hogy az agysejt az embernek az agykapacitásának csak a 10%-át használja, gondolják a tudósok. Persze, mert az, amit mi úgy gondolunk, hogy a pragmatikus eszünkkel, hogy nem használunk, annak van ottan funkciója, csak nem tudunk róla, annak a spirituális ugye, funkciókat látnak el, csak azt nem tudunk. Na mindegy. De az is át tudja venni a helyét, úgyhogy... Még van, amíg Gerle teljesen megbolondul, de hogy hiányoznak ott kapcsolatrendszerek az agyába, az biztos. Tehát zónák ottan ki vannak sűrve. Hát ilyen butaságot, hogy az ember írjon valamit, de hát ő szerinte értelmes dolgokat. Na mindegy, hogy én hogy látom. És azt felírja, és azt neki letöröljük, százegyszer, és tovább, és többet, és megint ír valamit, és újabbat, és megint letörlik neki. Szóval ez ide már tényleg... bolondság kell, hogy az ember nem bolondság, vigyázzunk, nem az én bolondom szerinti bolondság, hanem ez már itten már agybetegség kell ahhoz, hogy az ember ilyeneket csinálja. Minden. Tehát a lényeg az, hogy tehát a konfliktusokat jó felhasználni arra, hogy az ember lássa meg azt, hogy benne még mi hibázik. Mert én észrevettem, amikor már gyűlölettel közeledtem a számítógéphez, hogy most ez a hülye megint felrakott nekem valamit, akkor éreztem, hogy még baj van ott, tehát még bennem is ott van, ugye a Lilithemmel együtt áll a teljesen negatív Marsom, és a Plutóval, a Skorpió uralkodó bolygójával, de a Skorpió napommal is negatív fényszöget alkot. Tehát ez kiváltott belőlem végül, és én azt hittem, hogy már harci szituációs, harci helyzetek tekintetében már rendben vagyok, de jelezte nekem, hogy még nem, mert egy dolog, amikor az ember férfiakkal harcol, úgymond,
És más, amikor úgymond még az udvariasság is kötelez valamennyire, és amikor tehát úgymond megjátszott álhumanista szempontok szerint vagy támadva, és neked állandóan bizonygatnod kell az, hogy te nem vagy zsarnok, te nem vagy, mert mindent kiforgatnak, mindent másképp állítanak be, utána nézett az életrajzomban minden, hogy feleségem elmenekült, és na, hogy tehát mi történt? Az történt, hogy Viola szólt nekem, hogy nézzem meg, hogy a blogjábra rólam is ír egy csomó negatív dolgot, és hogy ott egy ilyen tervet közölt, hogy kell a mi családunkat tönkretenni. És aztán én figyelmeztettem többszörösen, hogy ha ezt nem mondja abba, akkor felteszem a horoszkópját a világhálóra, és fel is tettem, és így tovább. Akkor létrehozta ezt a petíciót, hogy ő tiltakozik a mi gyűlöletkampányunk ellen, és akkor mi is megmondtam Violának, megkértem, hogy még nem értek az informatikához, hogy hozzon létre ő is egy ilyen ellenpetíciót, tehát mit csináljunk egyébet. Na, hogy nem másért, csak hogy az emberek, akik olvassák, lássák, hogy legyen egy felület, ahol az ellenkező, hogy mondjam, hogy szokták mondani, hallgattassék meg a másik fél is. Mert nyilván, hogy oda hiába írom, mert egy részét ott hagyja, de rengeteg részt letörölt onnan az én hozzászólásaimból, mert ez jogos és normális is, mert aztán én is azt csináltam. Nem, én még nem csináltam a tegnap aztán kaptam Violától tegnap délután lehetőséget arra, hogy kieszeltük, hogy lehet azt, hogy én is úgymond szerkeszhessem a hozzászólásokat. A lényeg tehát az, hogy tehát nem kell félni ezektől a harci szituációktól. Tehát, mint mondtam, és nézzük meg, hogy 3 darab tűzjegy van az asztrológiában. Ugyanannyi, mint amennyi munka. Tehát ugyanannyi, mint amennyi földjegy van, mint amennyi gazdasági tevékenység. És ugyanannyi, mint amennyi levegőjegy, tehát szellemi tevékenységnek, ahogy mondod, tehát a levegőjegyhez az tartozik a szellemi életforma és a szellemi tevékenység, tehát a gondolkozási és a képzeleti tevékenység mind oda tartozik. És ugyanannyi a víz, tehát az érzelmi tevékenység, tehát a vízjegyekhez mind az érzelmi viszonyulások és az érzelmi problémák tartoznak. Tehát az a lényeg, tehát azt kell megérteni, hogy a fizikai dimenzióban való létezés és az életünknek a célja, tehát nem az, hogy valami különleges bábertornyákat építsünk, és az sem, hogy itten öncélúan háborozzunk még a világ, ha kell, ha nem, de amennyire csak lehet, a tisztességes harcot fel kell vállalni, és azt egy darabig úgymond folytatni és gyakorolni kell annak érdekében, hogy kerüljenek felszínre olyan problémák, amelyekkel azelőtt nem találkoztunk, mind kívül, mind belül. Amikor viszont már megértettem, hogy miért volt szükségem nekem arra a bizonyos konfliktusra, ugye, hogy a látszólagos kár, amit okozott az ember, hogyha én azt fel tudom használni arra, hogy tisztítsam magam, akkor egyrészt többet fogok látni a létből, és a létértelméből, és a saját életem értelméből, másrészt az én mágikus képességeim is, tehát ott vannak ezek az idearendszerekben, a mágikus hatalom ott van, a tulajdonság, a kisugárzás, úgy fog az működni, hogy nekem elsősorban egészséget biztosít, nem betegséget, tehát hogyha nem folytok el magamban semmit, és ugyanakkor öncélúan nem élem bele magamat ilyen gyűlölködési játékokban, nem megyek bele, ugye? Tehát van egy határ, a szaturnuszi határ, ami azt mondja, hogy eddig és ne tovább, itt megállok, vagy legalábbis nagyjából leállítom magam, és még egy kicsi, ilyen kis csetepatékban még ottan részt veszek, stb. De ez pontosan úgy van, mint amikor erősen kidolgoztad magad, ugye, és akkor az élet leállít, és nincs mit csinálják, elmegy betegszabadságra, vagy nyugdíjba, vagy mit tudom én mi, és akkor azért csak a végén egy kicsit még ott, amíg dolgozgatsz, ugye, ezt-azt, mert azt mégsem lehet az ember mind a 4 ősellem szerinti, úgymond, funkcióját közben ne gyakorolja. Tehát erről van szó. És ezt szeretném, hogyha megértenék azok, akik a videóimat nézik, és akik horoszkopot rendeltek már, és még fognak rendelni, hogy azt értsék meg, hogy
a harci szituációk elfogadása is pont annyira fontos, és a harcokban való létezés, vagy hogy mondjam, részvétel, nem létezés, részvétel, pont annyira fontos, mint ahogy dolgozni kell, mint ahogy munkálkodni kell. Vagy pont olyan fontos, mint ahogy gondolkozni kell. Vagy pont olyan fontos, mint ahogy érezni és szeretni kell. Tehát nem jó es, és nem vezet az jó senki jóra senkinek, hogyha ezeket elutasítja. Gerle Éva ezt valahogy valahonnan tudja. Tehát ő mit tudom én, mivel hogy ő nagyon-nagyon gonosz és sötét, úgymond biztos, hogy nagyon-nagyon sok negatív viszonyulást váltott ki a környezetéből régen, és azt tapasztalta szegény, hogy őt úgymond a férfiak lenyomják. És ezt nagyon helyesen teszi egy darabig, egy bizonyos mértékig, hogy nem hagyja magát. De azt már nem, hogy ő beleköt másikok, más emberekbe, és azokkal ilyen kiírtás és ilyen tönkretevési harcokat, amiket megír így stratégiaként, folytat ilyen másiknak a úgymond, teljes lerombolását, a teljes tönkretételét célzó harcokat, mert aztán abban bele lehet betegedni előbb-utóbb, mert amennyire megvan a felszabadító ereje, tehát hogy a tűzenergiákat nem folytom magamba, tetszik érteni, ugyanúgy, tehát ez a kosnak az egyik nyomorúsága, amikor nem mer megnyilvánulni, amikor magába folytsa a teremtést, teremtő tűzenergiákat, vagy tisztító energiákat, ugye? A másik viszont az, amikor túl exponált és túl lő a célon, túl pergeti önmagát, és olyankor mindent eléget. Na most ezt csinálja szegény Gerle Éva. Egyelőre nem tudjuk, hogy lesz-e, elégesz-e ahhoz, hogy ebbe most már, hát ha nem mondtam neki eleget, hogy mit kellene csinálni, vagy mit nem, vagy amit csinál, az miért nem jó. Hát ha majd valamikor leesik neki is a tantusz, hogy abba kell hagyni. Nem csak a velem szembeni gyűlölködést, és nekem a mocskolásomat, és a mit tudom, hogy bűnöző, közbűnözőnek feltüntet. Ott a könyörgöm, az a bűnöző, aki oda megy a másikhoz, és hátulról leüti. Az, aki felás, utána pofon vágja azt, aki őt leütötte, az nem bűnöző, kérem szépen. Az jogos védekező. Na, állandóan hangasztotja, hogy én bűnöző vagyok, és a bűnösöket le kell. Mertem meg felszólítani őt, hogy hagyja abba, és miután nem hagyta abba, akkor meg közöltem a horoszkópját, hogy láthassam. Semlegesítsen valamiképpen, mert minél több ember olvassa el a horoszkópját, majd ez visszahatással lesz reál, és előbb-utóbb úgymond segítséget fog ő kapni abban, hogy az őrületét, a hülyeségét hagyja abban. Tehát úgymond kap másoktól majd nagyon szubtilis és nagyon finom pozitív energiákat, amitől majd ő, hogy mondja Jézus, szeretsétek ellenségeiteket, és le fogjátok győzni őket. De itt nem csak erről van szó, itt sokkal mélyebbek a dolgok, tehát hogyha valaki gondol rád sokat, és látja, hogy másképp kellene te csináljad, és annak tényleg van úgymond rád hatása valamiért, mert rokonod, vagy ismerősöd, vagy barátod, stb. Előbb-utóbb te ezeket a pozitív tulajdonságokat kezded gyakorolni. Na, tehát azért érdemes horoszkopot csináltatni és megnézni, hogy például láthassuk azt, hogy benne nem csak, hogy mi milyen negatív, úgymond programoknak vagyunk az áldozatai, tehát, hogy miket kell feloldanunk, ahelyett, hogy azt mind öncélúan gyakorolnák, mint Gerle Éva, hanem például jó egy családban is, hogyha megvannak a horoszkopok, ugye, mert, bocsánat, egy-egy ilyen durva sorsprogramot, mint amivel született a világra Gerle Éva, a gyermekeknek biztos, hogy átadja. Na most már, hogyha ezek a gyermekek nincsenek megfelelően nevelve, ezek kamaszkorukba pokollá fogják tenni az életét, és majd meg lehet nézni 10 év múlva, hogy mi lesz a Gerle Éva életéből, és a gyermeke is az ő egész család életéből, amennyiben nem kerül oda be egy úgymond egy határozott kezű férfi, akinek esetleg úgymond Éva majd megengedi, hogy apaként, édesapaként viselkedjen a gyermekeivel szemben, már ez kizárt, mert olyan ösztönös lény, hogy ezt a saját, hogy mondjam, saját tulajdonainak fogja nézni, és a másiknak, hogy mondjam, merényletet végző zsarnoknak néz majd minden férfit, aki a gyermekekre egyáltalán hangos szót is mer élni, szólni azokhoz, de lesz ott konfliktus elég majd az iskolával, és mindenkivel.
minket csak addig volt, amíg a mobbingolást lelepleztem, és abba hagyattam, valamiképpen rávezettem a vezetőséget, hogy ha tudtam, mert LKH nem tudtam, ugye, hogy ez a mobbingoltatási, tehát ez a kérekeztés és kikészítettési játék, amit például Éva folytat nagy méretben a felnőttek körében, ugyanaz megtörténik a gyermekeknél is. Tehát miért történik meg? Van egy nagyon furcsa dolog, amit a természet világából hoztunk, és ami a dzsungel törvényei szokták mondani, tehát, hogy a gyengébeket ki kell írtani. Van egy ilyen. Tessék megnézni, az Animal Planeten láttam én azt, amikor három gepárd kölyköt vissza, tehát biológusok, nem nevelték őket, direkt úgy csinálták, hogy emberrel kapcsolatuk ne legyen, tehát ilyen drótokon keresztül, és mit tudom, ilyen átételes karokon keresztül táplálták, stb., hogy ne függjenek az embertől, lehetőleg, és milyen játékokat eszeltek ott ki nekik, hogy vadászanak, stb., és kiengedtek a természetbe. Na most, nem volt semmi baj, addig, amíg az egyik gepárd kölyköt egy kígyó meg nem mart. Na most persze ezek el voltak látva ilyen rádió adóvevő készülékkel, azt hamar megtalálták, és hamar, nem éppen hamar, de még megmentették, tehát megmentették az életét a kis gepárnak, de hát mit tudom, egy hónap mennyi volt a rehabilitációja, és visszaengedték ugyanarra, tehát teljesen felerősödött, minden rendben volt, csak egy picit még le volt gyengülve, nem, de annyira, hogy már ki lehetett, ők úgy gondolták engedni a természetbe. Ahogy a testvérei vele találkoztak, azonnal nyakának ugrottak és meg akarták ölni. Megérezték rajta, gyenge. Na, így van az embereknél is, kérem szépen, a gyermekeknél is. Csak hogy kérdem, én civilizált világban élünk, hogy az embereknél már teljesen más humanista, hogy mondjam, erők dolgoznak, és humanista elképzelések szerint élünk, nem? Tehát nem szabad megengedni azt, hogy a gyengébbnek látszó, vagy mert erről aztán irodalom van, nem? Hogy lehet, hogy fizikailag gyengébb valaki, vagy éppenséggel lelkileg izgatottabb fajta, vagy visszahúzódóbb, de lehet, hogy spirituálisan egy nagy fej. Hát hány zseniről nem derült ki, hány nagy értelmes, mit tudom, nagy pedagógusról, és nagy pedagógus mesterről, vagy nagy más tudósról, ugye, vagy íróról, hogy gyermekkorában kis nyomorék volt. Ha nem is nyomorék, de úgy értem, hogy lelkileg, vagy éppenséggel szellemileg. Állítólag Edison is még a tojásokra ráüt, hogy ki akarja szkotolni. Hát a többi gyermek persze, hogy hülyén nézte volna, hogyha tudják. Az azt hiszem, csak a szülei tudták ezt, hogy ráüt, hogy ki kotolja a toját. Na, és mekkora feltaláló lett belőle, és egyébként is elég jó gondolkozó volt, és milyen mérnök. Ugye, tehát az emberi társadalomban más, nem szabad azt engednünk, hogy ezeket az állati világba hozott, úgymond dzsungel törvényi ösztönöket itten egymással a gyermekek gyakorolják. Na de a fegyelmezetlen, a meg nem nevelt, a liberálisan, a nem nevelést neveli módszerével nevel gyermekek, viszont ezt fogják csinálni, mint Gerle Éva is, amit tesz a társadalomban. Tehát ennyit a gyermekekről, és ennyit a karmáról, és a többit majd a horoszkópjukból, hogyha majd megrendelik, akkor majd el fogom mondani, hogy melyik kell, mi a probléma, és amennyire csak tudok, segítek tanácsaimmal, most már ilyen szinten is rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb ebbe az évbe. Tehát nekem ez a kígyó éve volt, ugye, de még marad februárig, vagy legalábbis nem tudom, mikor van az ázsiai évváltás. Tehát nekem elég jó gazdag volt ez az éve, milyen szempontból rengeteg tapasztalatot szereztem, rengeteget fejlődtem spirituálisan, hiszen fizikailag is kicsit, mintha erősítsötte volna előbbi évekhez viszonyítva, arról nem is beszélve, hogy most már óriási átlátó képességgel rendelkezek, tehát ezúttal meg kell köszönjem Gerle Évának a szíves közreműködését abban, hogy a nőkről is most már teljes mértékben meglegyen az a véleményem, hogy semmi, de semmi differencia nincs, semmiféle különbség nincs agresszivitásban, és aljasságban, és gonoszságban, és rossz akaratban, és rossz indulatban nő és férfi között semmiféle különbség nincs, tehát minden asztrológusnak ajánlom, hogy ilyenféle differenciát ne tegyen.
Az elején én tettem ilyeneket, mivel úgy voltam nevelve, nő által voltam, édesanyám és keresztanyám által voltam nevelve, nagy mértékben, és az életem elején is még jó sokáig meg voltam győződve, és miután nem voltam meggyőződve már akkor is, de ezek a belső átalakulások nagyon lassan mennek végbe az embernek, de remélem, hogy most már mindenféle ilyen protekciózást a nő nem részére, a nő nem felé, Gelle Évának belül nem sikerült kiirtania, úgyhogy maximálisan őszinte tudok lenni, és maximálisan pontos diagnózist tudok adni mindenféle sors problémáknak, ezettúl még jobban és még pontosabban, mint eddig ettől kezdve. Úgyhogy még egyszer köszönöm Gelle Ivánnak a beavatást. És a többi, a bennem bízó horoszkóp rendelőknek, akiknek volt bizalma, és megrendelték tőlem az évközben a horoszkópjaikat, sok-sok-sok bátorságot kívánok. Sok-sok, hogy mond, harcvállalást kívánok, mert tessék elhinni, annélkül nem működnek ezek a pozitív, mágikus képességeink, amelyek segítségével majd pozitív sorskörülményeket is be tudunk idézni az életünkbe, arról nem is beszélve, hogy ahhoz, hogy tisztán lássuk, sokkal tisztábban lássunk a szerelmi, szexuális viszonyrendszerünkbe, családi viszonyrendszerünkbe, és minden fajta férfi-nő kapcsolatban ezek a harcok, akár férfi, akár nő nemű legyen az illető, aki provokál, ezek óriási segítségünkre vannak, és pontosan, hogy ezeknek a segítségével őrizhetjük meg, illetve hozhatjuk vissza a korábban megromlott egészségünket. Ennyi volt. Boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!